Oké, srácok, szóval nem vagyok egy konyhatündér. Mármint, oké, ezt általában mindenki állítja magáról. Minden ismerősöm szívszorítóbbnál szívszorítóbb történetekkel bizonygatja folyton, hogy neki mennyire nem megy a sütés-főzés, majd drukkol elő egy olyan mesterművel, amit még kiszarni is élvezett. Én viszont komolyan, még a legegyszerűbb kaják elkészítésére is tökéletesen alkalmatlan vagyok. De tényleg, nagyon sokszor próbálkoztam már mindenféle egyszerűbbnél egyszerűbb étkek asztalra varázslásával, valamilyen úton módon mégis mindegyikből egy szörny lett. És ezt most így prezentálnám is. Ah, palacsinta, csak össze kell keverni pár dolgot, aztán kisütöm és kész. Én esküszöm, jót akartam. Gofri! Ennek a formáját nem is én csinálom, csak kraftolok egy tésztát, belöntöm a sütőbe, és mikor a lámpa zöldre vált, kiveszem. Soha többé nem hiszek zöld lámpának. Soha. Saláta! Itt nincs is oxidáció, hideg, nyers ételeket kell összekevernem, az a hülyének is megy, nem? Mhm. Olívaolaj kellett volna bele, nem mosószer, ugye? Omlet! Csak ne sózd el! Két bögre sót ír a recept, ugye? Ja, hogy két csipet. Mhm. Tejbe gríz! Nem gáz a kicsit csomós, de ez szerintem nem normális. Virsli! Csak beledobom a vízbe, aztán... Ez hogy ne mondjam, hogy néz ki. Előre lefagyasztott harudacska! Ja! Segítség! Elszabadult az olaj! Tükörtojás! Ez mi? Tejbe gríz újra! Most meg bazd meg odaégett! Rántotta! Ezt fizikailag nem lehet elrontani, igaz? Ez is odaégett! Mármint, eddig azt se tudtam, hogy a rántotta egyáltalán tud ilyet! Na, hol az a zacskós leves? Igen, ez most egy ilyen rövidebb darab volt. Sajnos mostanság nincs annyi időm videózni, viszont valami kontentet mégis akartam gyártani nektek. Ne felejtjétek, hogy május 27-én, azaz most szombaton lesz a New Era, ahol én is szerepelni fogok. Aki esetleg jön, azzal ott találkozunk. Viszont aki nem, annak lelinkelem a leírásba a VR Twitch csatornáját, ott lehet majd élőben követni az egész eseményt. Én egyébként 17:30-tól leszek majd színpadon. Úgyhogy egyelőre ennyi, sziasztok!